10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Isten hozott mindenkit a zenőzsipi következő futamát. Ezúttal Laguna Secába értünk el. Egy nagyon érdekes időmérő után. Szóval, mint mondottam, egy nagyon érdekes időmérő után, mint már mondottam, ugye, ahol Raffai Ádám lett az első helyen, majd őt követte Cene István a második helyen, harmadik helyen Rudas István, negyedik helyen Léte Attila, ötödik helyen Kovács Dávid, hatodik helyen Orbán Péter, hetedik helyen Csépő Máté, nyolcadikon Varga Attila, kilencediken Dávid Mócika, tizedik helyen Gász Szilveszter, 11. helyen Varga István, 12. helyen Orsós János, 13. helyen Réti Attila, 14. Kis Levente, 15. Brutócki Gábor, 16. Major Gábor. Hát a fiúk lassan fölállnak a rajtrácsra. Szépen lassan, nem sietnek. Így is van. Elindul a felvezető. Mint már mondottam, Raffai Ádám az első helyen. Meglássuk, hogy mennyire érdekes lesz ez a futam. Egy kis hangot próbálunk még adni a motorokra. Hát elég lesz. Mondjuk, amit tudni kell erről a pályáról, hogy ez nem kimondottan Forma 1-es pálya, mint látják is, eléggé dimbes, dombos, mindenféle kanyar van benne, dombok, emelkedők, völgyek. Még amit kell tudni, az az, hogy múlt heti hoppá is valaki ott meg pördült. Úgy néz ki, hogy Cene István a második helyről megpördült. És összetört az autója. Hát... mások lesz belőle restart, vagy... vagy Cene elindul. Nem. Nem lett restart. És közben elindul a verseny. Lássuk, első helyre fel tudott kapaszkodni Cene István. Második hely Raffai. Hoppá, Raffai kicsit megcsúszik, Ádám. Dávid kicsit megpocintja. Dávid hátánál ott van Rudas István. Negyedik helyen. Őt követi Léte Attila. Ott előtt Cene. Elég szépen meg tudott lógni, pont úgy, mint múlt héten Létei, gondolom, ő nem spórol. Úgy gondolja, hogy majd az elején meglóg, és akkor majd a vége fele kell neki spórolni. Dávid közben támadja Ádámot, elég szépen támadgatja.
Így is van, domb lefele, kis kot, és Dávid már el is ment. Dávid már a második helyen. Rafai próbálná felvenni az iramot, de nem, hogy Dávidra visszajönne, hanem még Rudas István is, ő is támadja hátulról, úgyhogy elég nagy problémába lehet itten. Így is van. És meg is előzte. Meg is előzte Rudas István, megelőzte Rafai Ádámot. Úgyhogy Rafait azután Létai is próbálja támadgatni. Nézzük, mi van itt hátul. Ugye Léti attól az 5. helyre sikerült a 13. helyre feljönnie. Gál Szilveszter, aki kihagyott egy futamot, talán vagy kettőt. Egy futamot. Beteg volt. Ő most Réti Attilát veszi. Illetve próbálja megelőzni. Itt hátrébb úgy néz ki, hogy egy kicsit széjjel szakadt a banda. Brutocki Gábort láthatjuk, ahogy lecsúszott az évről, és mi történik? Varga Attila, így van, Varga Attila meg is előzte, majd Cséplő Máté következik, látod, meg tudja előzni Brutockit, hát Cséplő kicsit szélesített, de kigyorsításnál Máté megpróbálja, nem, majdnem összeértek és megelőzte. Így is van, Brutocki egy kicsit elméri a féktávokat, sietne. És Brutocki hátánál már is, ki van ott a már is. Varga István, így is van. Varga István próbál felkurakodni. Hát ez a futam, illetve ez a rajt úgy néz ki, Varga Istvánnak nem igazán jött össze. Na de most talán Brutocki mellett el tud menni, így is van, nagyobb végtempó. És mi ez? Mindketten elrontják? Ez a domb az elég rossz helyt van, lássuk, kislevő egy kicsit úgy érezte szélesít. Ő érezte, mi megláttuk. És a nagy napvesztese, Major Gábor, aki nem tudott kijönni a boxból, utólag azt mondta, hogy állítólag zöld volt a lámpa, kijött és kizárt a játék. Hát ezt azért kellett volna még gyakorolni. Na de lássuk, Dávid, a Kovács Dávid az első, Szene István a Ferrari-ből a második, őt követi Rudas István, majd szorosan Rafai Ádám a negyedik helyen. Nem is tudom, maradjunk itt, vagy menjünk tovább. Nézzünk tovább, mi történik. Hát, elég szép lemaradásba Létai próbál fölzárkózni. Majd Létait követi Léti Attila, az 5. helyen, 6. bocsánat, 7. helyen Gál Szilveszter. Maradjunk itt, hát a Szilveszter meg tudja előzni Léti Attilát, hogy jó. Na, talán a dombnál. Nem. Nézzünk egy kicsit előrébb. Léte még mindig lemaradt a házban. A Rafai követi, mint egy árnyék Rudast.
és ők ketten úgy néz ki, hogy felzárkóztak zenére. Rafi egyre közelebb Timaszul arra szolgat, így is van, már nagyon, nagyon rá van tapadva Rudasra. Ebből már bármikor lehet egy előzés. Szép füstölőset fékezett Rafai. Nézzünk egy kis onboardot Rafaival. Ugye nem nagy a végtempó, 300-as sem nagyon éri el, mert ez a pálya ugye inkább Monaco stílus só, tehát sok kanyar. Inkább a tapadás, ami szükséges ezen a pályán, illetve a kigyorsításra kell bazírozni, mint a végtempóra. Nézzük hátrébb, mi történik. Itt van Létvé, előtte senki, hát a mögött Réti. Hát ő is eléggé le van maradva. Lássuk Réti hátán, hoppá! Hoppá, Szilveszter, neki megy és kiüti. Hát ez nem volt a legszebb. Hoppá! És Szilvesztert kiütötte Atyót, igaz, bevárta, tehát akkor, ha nem lesz rúgás, akkor nem lesz büntetés. Úgy néz ki, hogy lassan be kéne azt hozni, hogy ha nincs rúgás, nincs büntetés alap. Viszont ha valaki nem vár be valakit és ki van ütve óvástól, függetlenül meg lehessen büntetni valamelyes módon, mert az nem, úgy érzem, hogy nem fair, hogyha kiütnek valakit és nem várják be. Független attól, csak egy kicsit meg volt koccanva, hozzáértél az illetőhöz, te voltál a hibás, várd meg. Itt közben ugye a sok hablagy mellett Szilveszter megelőzte Rétit. Réti elfékezte magát, és megelőzte, de úgy néz ki, hogy Rétire még Cséplő Máté is följött, hiszen Réti próbálja visszavenni a helyét. Szilveszter itt van elhúzott. Ott hátul ütik ölik egymást. Így van, Varga, Attila, Cséplő. Így van, Réti, Varga, Cséplő. Hoppá, Varga egy kicsit megcsúszott, így is van, ennek köszönhető az, hogy Cséplő Máté szépen a féktávnál bedugja, de nem jött össze neki. Na talán majd most a kigyorsításnál. Á, nagyon kieresztett azt az autót homokra. Úgyhogy lássuk, ha a célegyenes ki tud szépen gyorsítani, akkor talán esélye van, de nem. Varga Attilának nagyobb a végtempója valamelyest. És itt van a 11. helyen a kedves kollega, Varga István.
Hát az a Mercedes nem akar normálisan működni, de nem baj, majd szépen lassan. Közben a fiúk előszeretette a gyepályák egymást. Lássuk, Rétő 8. helyen. Hát, úgy látszik egy kicsit meglógott az üldözőktől. Úgyhogy nézünk előrébb. Gászilveszter is meg tudott lógni. Orbán Peti az a 6. Se előtte, se hátánál senki. Léta idette ugyanúgy. Se előtte, se hátul. Senki nem zavartatja. Rafai Ádám a 4. helyen. Így van. Ő előtte Rudas István. És Rafai nézeget, próbálná egy kis szidegesteni Rudast. De hát nem jött össze neki. Szene István töretlenül a 2. helyen halad, meg a homokon időnként. De hát úgy látom, hogy nincs elég tapadás, úgyhogy próbálja egy kis homokkal hátha. És az év meglepetés embere Dávid, Kovács Dávid, aki még eddig ebben a szezonban nem esett ki, viszont elég szépen tartja azt az első helyet. Úgyhogy kommentátor állásból üdvözlöm Kovács Dávidot. Illetve nem csak én üdvözlöm, hanem a drága nővére is, a kedves nővére. És ezúttal is gratulál a fergeteges futamának. Igen, hát mivel nem egyenletes a pálya, így Dávidnál láthatunk egy kisebb ugratást. Lehet, hogy autóban annyira nem érződik, viszont így a felvételen az elég szép volt. Megpróbálom megkeresni, hát ha valahol megtaláljuk a toppá, és közben valaki a boxba, így is van, Brutoszki Gábor megkezdte a 14. körben a gumicserét, akkor lassan jönnek a srácok befele. Így is van. Varga Istvánra közeledik, lássuk ki közeledik. Tévedtem, bocsánat, Varga Attilára közeledik a Duszáj Varga István. Úgyhogy egy dupla Varga csavarral most el fogják intézni egymást, vagy sem. Hát István úgy néz ki, hogy meg akarja feltétlen Attilát előzni. Hogy sikerül-e neki, vagy sem, ez a jövő titka. Úgyhogy egy kis Varga csatát láthatunk. Hát mondjuk István valósan elég, hát egyes részeken lemaradt, de itten a dombnál itten úgy néz ki, hogy elég szép motor tudja érni, viszont a kigyorsításnál meg Attila meglóg. Hoppá! És István hibázik, túl hamar nyomta a gázt. Így is van, be is jön a boxba. Mi történik? Na, nem állt be a kocsi a boxba. Nem is a... Úgy néz ki, hogy... Így van, ott ahol Réti állt, ott volt a Mercedesnek a boxa is. Ez furcsa. Hát ez elég sok idő. Úgyhogy... Vargának már úgy néz ki, hogy babérem terem. Kisleg is hibázik. Elment ralizni. Közben ott a háttérben, mintha Létei jött volna a boxba. Vagy Létei, így van, Létei a boxba. És Cene
Hát elég ratyúan megcsinálja ez a box, tehát ha bejön valaki, amikor más bent van, akkor ilyen könnyű ütközni. És a legrosszabb futamon pedig lenne az, hogy nagyon, tehát a boxon belül valami 50-60 km per órára lehet úgynevezett száguldozni. Lássuk cene. Itt, hogy hova jön vissza a 7. helyre. Hát, cene 8. Gász Silvester 9, Réti 10, Mócika 11, Kis Levi 12, így van, Barvostan 13, bal szerencsés box kiállás után 13. helyre tudott visszajönni. 11. helyen Butóczki Gábor, Major Gábor, ő már kiesett, ugye? Dávid még mindig az első helyen. Újból ugratott egy kicsit. Rafai a második. Orbán Peti a harmadik meglepetés pilótánk. Úgyhogy úgy néz ki azokon a pályákon, ahol igen taktikusan kell menni, illetve nem csak azt kell csinálni, hogy nyomni a gázt, az majd lesz, ami lesz. Viszont úgy, én úgy emlékszem, úgy nézem, hogy Orbán Peti csak egyszer volt a boxba. Így van, Varga. Rudas István a 4. helyen, feltetőleg ő mehetett már a boxba. Hú, kigyorsításnál eléggé megfalult az az autó. Orbán Peti megengedte. Hoppá, Dávid a boxba, második helyre esett vissza. Rafai átvett az első helyet, Dávid a boxba volt. Rudas István feljött a harmadik helyről, ugye, mert elengedték. Rét olyan negyedik. Dik negyedik. Cene is már feljött az ötödik helyre. Még egy kis érdekesség, hogy izgalmasabb legyen a futam. Így a pilóták kötelezve vannak a 2 darab kiállásra. Ugye gumicsere az kötelező, tehát úgy ért, hogy kötelező, hogy érdemes. Tehát 2 alkalommal ki kell jönni a boxba, az alatt bármelyik változatú gumival, tehát lágya vagy keményebb, lehet visszamenni a pályára, száguldozni, természetesen ki, hogy állította be a beállítását, ugye, meg stratégiailag is. Kál Szilveszter a 6. helyen, őt követő Orbán Peti a 7. helyen, úgy néz ki, hogy azért is engedhette el Rudas, mert jött a boxba. 18. körben vagyunk, Cséplő a 8., Réti a 9., és Mócika 10. helyen, Varga Attila 11, Varga István 12, Kis Levi 13, Butóczki 14, és Major Gábor a kiesettünk, Pólóját 15. Így van, Dávid újból az első, mivel Rafai Ádám kiment a boxba. Őt követi Rudas István, sőt, nemhogy követi, nagyon is követi. Lehet, hogy ebből egy előzést fogunk látni.
Rafa egy picit lemaradva. Nézzük csak meg kikövetőt. Rétai követőt. Nézzünk egy kis onboardot. Jaj. Megcsúva ide utáltam ezt a részt. Így van. Rétait követi Cene. Cene István a Ferrari-val. Na és végre találtam egy helikopteres képet. Látjuk csak a Ferrari-nál működik. Így van. Williams-nél már nem működik ugyanez a kép. Orbán Petinél a Force Indiánál ott működik. Közben hazajött a szomszéd bácsi. McLaren nem működik. Rékinél működik a Red Bullon. Így van. Hoppá, Mócik egy kicsit kigyorsításnál nagyon padlógázzal próbált volna indulni, menni, vagy indulni. Mindegy. Igen, Varga Attila a 11. helyen, Varga István a 12. helyen. Közben a 20. körnél járunk. Kis levi a boxba. Hoppa, hoppa. Rudas Istvánt utolért el a folyánán. Szerintem akkor itt maradunk egy kis ideig, Rafain. Nézzük egy kis onboardon. Onboard. Kicsit megcsúszott Rafai, láthattuk egy kollégát is. Hát akkor egy pár percig élvezzük Rafait, ahogy próbálja követni Rudast.
közben a srácok úgy látszik, hogy nem igazán jutnak dűlőre, hogy ki legyen elő, ki legyen háttól, illetve arra dűlőre jutottak, hogy Rudas megtartja Jelik második helyét. Na, talán most láthatunk egy kis előzést, és majd nyelszólt a magam. Nagyon Rudas védi a belső részt. Rafa is szépen rátapadva. Hát... ez most ilyen macskaegérharc. Mert Rudas egy kicsit magára ereszti. Ott Rafai kénytelen lassabban kész gyorsítani, hogy neki menjen. Ezáltal Rudas a kip gyorsításnál meg tud lógni. És mire újból utoléri, és logikus, hogy ott éri utol, ahol nem lehet előzni, így újból meg tudja tartani az előnyét Rudas, sőt, mi több a domb után úgy néz ki, hogy Rudas még jobban meg tud lógni. Lássuk Rafai, mikor dönti el, hogy na most már most lesz, ami lesz, és megelőzöm. Közben szerintem nézzük meg, hogy mi történik hátul. Még jobb, hogy ismertessük is, hogy ki hol áll. Így nézzük meg, hogy ki vezet a futamban. Elég szépen vezet Kovács Dávid. Ugye második helyen még Rudas István. Harmadik helyen Rafai Ádám. Negyedik helyen Léte Attila. S előtte se hátra mögött senki. Majd őt követi ötödik helyen Gál Szilveszter és Orbán Peti. Úgy néz ki, hogy itten kettő között kialakul egy csetepati. Hát vagy sem. De ezt nem várjuk meg, megnézzük a hetedik helyen Réti Attilát. Hát, eléggé szétszólt a brigád. Ott a második, harmadik helyen, ahol van egy új nevezett csata, tehát közelebb vannak, illetve a ötödik, hatodik helyen. Így van, ötödik, hatodik helyen. Gál Szilveszter és Orbán Peti. Majd ugye, mint mondottam, hetedik hely után, ugye hetedik hely Réti, nyolcadik hely Dávid Mócika, őt követi Varga Attila, majd tizedik helyen Cséplő, tizenegyedik helyen Varga István, ő Cséplő megelőzte valahol, Orsós. Hát Orsónak elfogyott az Orsója, úgyhogy ezúttal üdvözöllek, Jani. Úgyhogy ő kiszállt. 11. helyen Varga István. De miért visszafele megyek? Mert 12-en ugye azt mondtam, Orsós János, aki már kiesett. 13. helyen Szene István, ugye? Ő is kiesett, Kis Levi, ő is kiesett, Major Gábor, ő is kiesett, tehát van négy kiesünk. Hát, szép. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy a fiúk dobogósak lesznek, aki befejezi a futamot, az dobogós lesz. Dávid még mindig ragaszkodik az első helyéhez a 29. körbe. Rudas István még mindig a második. Őt követvén Rafai Ádám. Könyörgöm, Rafai, csináljam valamit, előzd már meg, hogy üsd ki vagy valami, legyen már valami izgalom. Jó, persze, nem illik ilyesmit kérni. Ugye ez már felvételről van, tehát tudjuk, hogy nem fogja kiütni. Úgyhogy nem árultam el nagy titkot. De valami izgalom jó volna.
Mondjuk konkrétan én halványra finom sincs, hogy mi volt körülöttem, egyedül majd van, amikor Mátéval kezdek el csatázni majd a vége fele. Hát még egyenlőre itt vagyok. Szóval sehol. Orbán Peti. 5. Réti Attila, 6. Na és itten összegyűlt a brigád. Mi lesz itten? Sakkör? Mocika, Dávid a 7. helyen, Varga Attila 8. helyen, lassan a biztosan Csépő Máté is fölsorakozik, Brutócki is közelít rájuk, és nyújtott, és Varga István is itt van, csak hogy nem unatkozzunk. Ugye, ő most jött ki a boxból. Így van. Gászi... Szilveszter. És Gászi Szilveszter kiesett. Így van. Tudsz ki a boxba. Varga István a 10. helyre fel tudott jönni ezáltal. Csépő a 9. Létő a 8. Hoppá, mi történt? Ja, box. Varga Attila 7. Menjünk vissza létére, valaki megpróbálja körözni. Így is Anna, itt jön majd az őrületesség, amikor Léta itt Rudas, jól láttam Rudas? Ó, dehogy Rudas, ő Cséplő, hát Cséplő meg akarja előzni Létait. Létai meg azért nem hagyja magát. Így van, maradjunk itten egy kicsit. A háttérben valaki a boxba volt. Feltehetőleg Réti lehetett az. Nézzünk egy kis Máté féle umbordot. Hoppá, ott a Létei. Öj! Így is van. Cséplő is elment. Az Attilát előzték ketten. Ugye Létei megtámadta, Cséplő meg befejezte. Viszont Cséplő lassan támadgatja Létait is. Hoppá, hopp, itten ráesik. Lássuk, sikerül-e bedugni az autót? Nem. Itt még nincs hely. Így van, így itten
Jól láttam, Varga Attila bukva. Hát cséplő, hol ott van, hol nincs, hol elrontja a kigyorsítást. És már ahogy kimondom, cséplő nem bír magával, és majdnem megelőzte létét. De egy kamikáze bevetődött. Van Peti is a boxban volt. 35. körben járunk, hoppá. Itt látható Orbán Peti, 6. helyen, aki most jön ki a buszból. Mások ki van, hátánál Réti Attila. Ugye? Neki melegedtek a gumik. Úgyhogy, hogyha meg akarja támadni Orbán Petit, akkor most kéne. De elég szép lemaradásban 8. helyen mócik a Dávid. Őt követi Varga Attila 9. helyen. Majd Varga István. Lássuk. Sikerült megcsinálja a dombot, illetve a szakadékot, mert szerintem ez egy szakadék. Egy Forma 1-es autóhoz képest. Én nem is tudom ezt a pályát mi rally autókra, vagy mondjuk ahogy látjuk a reklámból, valami Mazda reklám van, úgyhogy biztos valami zárt kaszni és Mazdákkal versenyeznek itten. De elég furcsa, elég izgalmas azért Forma 1-es autókkal menni, pláne 2004-es Forma 1-es autókkal. Nézzünk tovább közben. Butocki Gabi a 11. helyen. Úgyhogy Butocki, ha be tudja fejezni, akkor már pontot kap. Hát így az utolsó, hol is vagyunk? Butocki, így van. Tehát az utolsó 12. helyen álló szilveszterő, mivel nem kezdte el az utolsó kört, így ő már nem kap pontot. Ugye ez is egy szabály. Szabályzatban bele is van írva, hogy az kapja meg csak a pontját, aki az utolsó körét már elkezdte. Tehát effektív, hogyha ne adj Isten, elkezded az utolsó körbet, és a... Hoppá! Brutoszki egy kicsit, valami probléma van ottan. Így van, már Brutoszki is, ő is kiállt. Úgyhogy már csak Varga István kapja meg a pontoskáját, 36. körbe járunk. Menjünk lassan előre, Varga Attila, Dávid Mócika, Réti, aki Orbán Petit próbálna megelőzni, így van. Sikerülne neki vagy sem. Nem sokára kiderül. Közben cséplő, még mindig csépeli létait. Előrébb lássuk, mi van. Rafai 3. helyen. Hoppá! És Dávid. Jézusom, mi van itt? Tehát akkor Rudas támadja Dávidot. Hát... Még egyenlőre Dávidnak áll az ászló, de hát...
nem sokára mondhatjuk, hogy rudasnak áll a zászló. Megelőzi, vagy csak idegesíti. Nem sokára megtudhatjuk a reklám után. Persze csak vicceltem, nincsen reklám. Nézzük, Raffai a harmadik, Rétai a negyedik, Cséprő a ötödik, Réti a hatodik, majd Orbán Peti, ugye Réti majd előzte nagy nehezen Orbán Petit, miről lemaradtunk, Mocika a nyolcadik helyen, Varga Attila a kilencedik helyen, Varga István a tizedik helyen, ennyi a pont, úgyhogy az első 10 kap pontot, viszont itt előrébb jöjjön ki a srácokhoz, mert itten valami van, így van, Dávid feltartja Rudas Istvánt, és ezáltal Raffai rájuk tudott közelíteni. Nézzünk egy kis innen Raffainak az autójából. Hát teljesen más hívet használ a három pilóta. Így van. Hoppá, Rudas egy kicsit lecsúszott a fűre, hát homokra. Itt zöld, csak a Caterham meg a rázókő melletti műfű. És tolja le, kigyorsításnál, mint a Rudas gyorsabb volna ezúttal. Így is van, 41. körbe tartunk, ahol nagyon-nagyon együtt van a mezőny, viszont ott elől lekörözöttek vannak. Más, hogy fogják őket elengedni. Ki van ott? Mások, Dávid látja? Így a Mocika van előre, Dávid előtt. Mások. Rudas eléggé rajta van, még mindig. Srácok itt, amit összeragadtak volna, annyira közel vannak. Jó, voltak, már elhúztak egymás mellé, persze. Létani a negyedik helyen. Száguldozik és menekül Cséplőtől, aki feltétlen meg akarja előzni. Így is van, Cséprő az ötödik helyen. Őt lássuk, őt követi Réti Attila az ötödik helyen, hatodik helyen, bocsánat. Hetedik helyen Orbán Peti. Mócika a nyolcadik helyen, akit már mindjárt Dávid le is fog körözni. Lássuk, hogy elengedje. Kilencedik helyen Varga Attila, tizedik helyen Varga István. Nézzük meg a srácokat, Butócki, stb. Dávidot már el is engedték, így is van, elengedték Rudast is, viszont Raffai megtámadta Rudast, egy kis koc, de Rudi nem hagyja magát, úgyhogy Raffai a körözés után közvetlen megtámadta, jó taktika. Hoppá, Cséprő már megint ott van a fenekében. Réti a hatodik, Orbán Peti a hetedik, Mocika nyolcadik, de hol vannak, lássuk?
Hol van neki? Hát még szerintem messzi vannak a srácok. Annyira nincs is, nincsenek messzi. Maradjunk egy kis álló kamerába. Nem, menjünk arrébb. Így, egy, kettő, három. Körülbelül 8 másodperce vannak lemaradva. Ugye? Tehát 8 másodperc. És ott lesz a fenekében. Közben kopogtatok. Orbán a 7. Moci 8. Varga 9. Őt követi Varga Attila, vagy Varga István. Dávid úgy néz ki, hogy meg tudott kicsit lógni Ruditól. Ugye? Máskorodás, hát megint széthúzoltak a fiók, tehát leközözöttek, ugye úgy néz ki, hogy betartottak egy kicsit, mert akkor nagyon-nagyon egybe volt a banda, most egy kicsit széjjelre húzódott. Mások Rafai Ádám, ugye harmadik helyen. Negyedik helyen Létai, akit Istené nem hagyja békén. Cséplő, Máté, bácsi. Akkor menjünk át Omborba. Máté megint közelbe gerízte magát. Mely a 6. körben járunk. Létre mint mindig a 4. Rafai 3. Na itt elől valami fog történni, mert Ulas eléggé rázárkózik Dávidra. Fel. Hoppá, Dávid hibázik. Így is van, az utas még közelebb. Most már kigyorsításán se tud annyira meglódni Dávid. Hogy lehetséges, hogy itt nem kopott gumi problémák jöttek elő. 47. kör. Dávidot lássuk, hoppá, itt rontott lássuk. És nem. Nem. Az is lehetséges, hogy Rudi spórol, viszont Rafai rájuk esik. Hát, jó, látom, kit lát. Varga Istvánt látja maga előtt Létai, úgyhogy maradjunk itt, mert itt nem sokára lesz egy affér a két csapattárs között. Ugye tudjuk, hogy Hamilton is. Hogy hívják? Rosberg. Hamilton és Rosberg között is voltak a férok. Mondjuk itt azért nincsen probléma, itt a, még mindig a két pilóta barátok, úgyhogy
kis felhőnézet. És lassan utoléri plánsuk késhez. Hoppá, Rafaé! Mi történt ott? Dávid és beteszi, nem teszi be, nem előzi meg, ott marad a helyén. Talán ezúttal más lesz a nyertes, nem, rudas. Dávid azért megpróbálja nem mutatni ki a fasz, a gyerek egy kicsit megkoccantja Rudit, csak hogy érezze a törődést. Majd lenyeli a békát és elengedi maga mellett Rudas Istvánt. Hoppá, már sodródik, már mindent csinál. Rafai közben nézeget jobbról, balról. Ájjáj, Dávid, ájjáj, kigyorsításai már nem a régiek, úgyhogy gumikopás probléma van itten. Elkoptak az a gumik. Így is van, plusz jönnek a lekörözöttek. Rudas nagy nehezen elengedik, Létai. Jaj, Rafai, te jó Isten van, Rafai. Van. Itt van Rafai Ádám. Másod, tegyük be a neveket. Kovács Dávid, Rafai, kimenet ment el. Itt van Cséplős, Réki. Igen. Réti lehúzódik, aj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 
Máté? Nem. Ki volt? Réki. Réki állt keresztbe. Létei megelőzte. Most el kell hallani egy Létei Rafait. Srácok itt nagyon ütik-verik egymást, közben véletlenül lehalkítottam magamat, illetve kikapcsoltam a mikrofon. Hoppá! Réti megpróbálta megelőzni Létait, úgyhogy Rafait követlén. De itt megy a csetepati, hogy az adót kapott. Hát a Létai rátapott Rafaira. Hoppá, és majdnem visszavette, majdnem ki is ütötte. Így van, Létei úgy gondolja, hogy az a legegyszerűbb, hogyha átverekszi magát Rafain is. És meglóg a srácoktól. Hátul meg nagyon kifölik egymás a fiúk. Réti lemaradt egy kicsit, de itt hátrébb Orbán Peti, Máté.
Léta a negyedik helyen még mindig. Léti az ötödik. Hoppá, hopp, és... Mi történt ott? Léti megfordult. Nézzük, mi történt. Így van, hát itt már a fékek nem igazán fognak. Szép megpörzsülés, megpörzsütött az autót, és adjad neki. Hát így létei visszaesett a... Hanyanik? Hatodik helyre. Atya úristen, mi történik itt? Ezt már úgy néz ki, hogy nem lehet visszahozni. Mózika 7. Varga Attila 8. 9. Cséplő Máté. És Cséplőnek megint leállt az autója. Úgyhogy 9. helyen Nuku. Vargát, Varga megint beragadt. Arga beragadta a boxba. Butocki már kiesett. Többiek ki. Így van. A srácok beértek. Ludas István az első. Kovács Dávid a második. Raffai Ádám a harmadik. Léti Attila a negyedik, Léti Attila az ötödik, Orbán Peti a hatodik, aki Cséplőt betolta, hát. Mócika a hetedik, Dávid Mócika, Varga Attila a nyolcadik, Cséplő Máté a kilencedik, és a gumicserélős Varga István a tizedik. Hát így is van, végés lett a mai futamnak, közben a nagy Isten behallatszódott volna pont a kis fiacskám üdítői ivás közben fulladozott, úgyhogy elnézést kérek. Úgyhogy a mai futamnak vége van, köszönjük szépen, megnéztétek, következő futamunkkal jövő hét vasárnap lesz, így következő adás az az MNL fogjuk Kanadából sugározni, ott már élőben leszünk, és a Zenix GP vasárnapi futamát pedig a jövő hét valamelyik napján, hétvőket, akár szerda, én napon felvételről majd megtekinthetitek. Úgyhogy ezúttal is búcsúzom, Létei Attila voltam, én voltam a kommentátor, illetve én kezeltem a kamerát is. Viszontlátásra, sziasztok!